utolsó előtti fellépőnkhöz fogadjátok nagy szeretettel a színpadon Keszi Balázs! Na, sziasztok! Hogy vagytok? Jó. Jó, ezt letudtuk. Na, én ma nem mentem dolgozni, egész nap otthon voltam és aludtam. De végig arról álmodtam, hogy dolgozok épp, úgyhogy eléggé kimerültem ettől az alvás dologtól. De így szerintem legközelebb az lesz, hogy elmegyek dolgozni, és akkor ott alszok. Kúrva közben. És ha emiatt kirúgnak, akkor tovább fog aludni. Hogy még minél több pénzt keresek. Na, mostanában sokat gondolok az abortuszra, hogy gyilkosság-e az abortusz, hogy nem gyilkosság-e. Ezt semmit sem tudtam eldönteni, úgyhogy azt gondoltam, hogy ennek egy módon tudok utána járni, úgyhogy megnéztem az összes epizódját a Kalambónak, hogy nyomoz-e a Kalambó abortuszok után. Mert egy akkor gyilkosság gondolom, mert ő ezt, neki ez a munkája, szóval meg lehet állapítani. És nagy meglepetésemre elég sok ilyen epizódja volt a Kalambónak. Tehát az abortuszgyilkosság, ez ilyen egyszerű. Elég fura volt, mert minden résznek ugyanaz a vége igazából, hogy ki volt a gyilkos, és akkor mondják rám, hogy hát egy kurva, mint egy ilyen. Ez egy vicc. Nekem nincs erről véleményem, nekem nem volt még abortuszom. Igen. Jó. Na, meg arra is sokat gondolok mostanában, hogy a testem 65%-a víz. Csak múltkor az volt, hogy elmentem a poltba, néztem az ásványvizes polcot, és akkor azon kaptam magam, hogy állok és nézem a vizeket, és akkor próbálom kiszámolni, hogy hány százalék ember van egy zsugorban. hogy mennyibe kerülhetek, hogy mennyi vizet kell vennem, mennyit el. Úgyhogy elég gyorsan elmenekültem ebből a boltból, még nézett pánikolomot kaptam volna. És gondoltam, jó, akkor inkább iszok csak vizet, hagyjuk ezt az egészet, nem akarom ezt nézni. A holdban ezt a holokausztat nézem. Szóval hazamentem, megnyitottam a csapot, jó, iszok egy pohár vizet, de aztán azt láttam, hogy barna a víz. Úgyhogy hívtam a vízvezeték szeret, hogy haló, barna csapvíz, meg tudnál ezt szerelni? Azt nem mondta, hogy nem, ez az új víz. Úgyhogy ha normális víz jön a csapból, akkor majd hívom megint, hogy barna legyen a víz. Hogy az új víz. Ahogy ti is tudjátok, gondolom, hogy barna víz. Jó. Na, van itt valaki, akinek van autója? Nem tudom, igazából tök mindegy, jó, vannak emberek, akiknek van autója. Na, akkor nektek szeretném mondani, hogy mindig, mikor majdnem elgázoltok az úton, mert nem néztem körbe, aztán kiszálltok, és akkor mérgesen hátra néztek, és odajöttök hozzá, és agyonvertek, hogy akkor én ilyenkor érzem a törődést. Így elönt engem a melegség belül a lelkemben, szóval ugyanazt a szeretet állatot érezzük igazából ilyenkor. Csak nehezen fejezem ki az érzéseimet, mikor egy cipő tapossa az arcomat. Ezt már többször mondták nekem, de megígérem, hogy majd ezen változtatok. És majd jobban tudom viszonozni ezt a szeretetet, amikor agyonvertek az utcán. Na, jó, még egy vicc. Ez hány perc volt amúgy, mert most... 3,5. Jó. Na, akkor ezt nagyon gyorsan. Na, valami más, amivel jobban tudok azonosulni, hogy nincs időgépem. Gondolom, nektek sincs, amik van, akkor nem tudom, hogy mi a fasz kerestek itt. Én biztos tudom lennék itt. Nem is mondom, hogy mit csinálnék, mert azt mondjuk kitaláltam előre. Ezt a papírról olvasom az egészet. Valószínűleg visszamennék, ha lenne egy időgépen, visszamennék a 19. század végére. Megkeresném a csecsemő, hogy itt lehet visszahoznám magam a jelenbe, és akkor felnevelném, hogy lenne a gyerekem. Én nem ölném meg, én felnevelném. Gondolom, eddig tudtatok azonosulni velem, mert nektek sincs időgépetek, de most nem akarjátok felnevelni a Hitlert, úgyhogy én is csak azért akarom, mert így gondolom ez a legreálisabb módja, hogy gyerekem legyen, meg igazából nincs is állapú jövedelmem, úgyhogy nem tudom eltartani, hogy a IHH-nak legalább mondhatnám, hogy ő volt Hitler. Nem tudnák, hogy ki ez a Hitler, úgyhogy...
úgyhogy letartóztatnának emiatt, mint hogyha azt mondtam volna, hogy nem volt holokauszt. Pedig nem volt ebben az esetben. Hogy nem mondtam semmi rossz, hogy kimondtam, de nem. Kontextusában történt volt. Jó. Na, igen. Szerintem ezt nem is mondom végig. Jó.